Keresi álmai otthonát? Nálunk megtalálja. A Gyöngyös lakóparkban már leköthetők az új lakások, vásárolja meg december 15-ig, és idén még 5 milliót spórolhat. Ugye, hogy megéri? Keressen minket 0670 396 89 99 www.komplexingatlan.com. Jó estét kívánok, üdvözlöm a nézőket a Sziget Közt TV Random című műsorában. Ebben a műsorban is meghívott vendéggel készülünk. Vendégem Balogh Zoltán, a Sziget Közi Szatyor Alapítvány kurátora. Üdvözöllek a stúdióban, Zoltán! Szép estét kívánok! Október 6-án tartottátok a szezonzáró Sziget Közi Vásár eseményét. Elmondható, hogy az idei vásársorozatban beérett a Sziget Közi Szatyor is. Mit gondolsz te erről, hogyan látod ennek a fejlődési menetét? Igen, szerencsére úgy tűnik, hogy egy sikertörténetről van szó, legnagyobb örömünkre ebben az évben. Talán annak köszönhető ez a dolog, hogy egy jó időpontot, illetve jó helyszínt sikerült választanunk. Ebben az évben az ásványrárói Major területén rendeztük meg a vásárainkat, ahol jelen pillanatban 60-70 kézműves és kistermelő van, aki kiállít, megjelen, és a kiegészítő programokkal együtt sikerült egy olyan komplex eseményt részrehoznunk, ami nagy sikernek örvend. Jelen pillanatban több ezer látogató jelent meg a rendezvényeinken, és hát szerencsésen elmondhatjuk, hogy a régió legnagyobb kistermelői és kézműves vására jött így létre idén. Találkoztunk akkor is már, amikor elindítottátok ezt az egész kezdeményezést. Azóta nagyon sok helyszínen voltatok, nagyon sok mindent megpróbáltatok a sikeres cél érdekében. Emlékszel még a kezdetekre, hogy hogyan indultatok? Igen, természetesen 6 évvel ezelőtt most Magyaróváron a Kult utcával összefogva, a belvárosi üzletkörrel összefogva volt először lehetőségem erre a dologra, hogy abban a pár 10-20 termelővel megjelenhessünk az utcán. Szerencsére egy pár év alatt ez kinőtte magát, és egyre többen csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez. Van olyan dolog, amit akkor megálmodtál, és még várat magára, még nem vált valóra? Igen, egyrészt alapítvány lett a Sziget Közi Szatyor közösségből, jelen pillanatban. Ez is terv volt? Nem volt terv, de úgy láttam, hogy idővel eljött ennek is az ideje, tehát szükségszerűvé vált. Ez köszönhető annak, hogy egyre több embert érdekeltek ezek a helyi termékeknek a vásárlása, és szerencsére azért ez a pozitív trend felé halad nagyon sok ember. És ahhoz, hogy a nagyobb célokat el tudjam érni, ahhoz szükségszerűvé vált ez az alapítványnak a létrehozása. Értem. A közösségi oldalatokon nagyon sok felhívás szerepel, és egyre több marketing elemet is beletesztek. Nyereményjátékokat hirdettek, ajándékosár, saját márkás kulcstartótok van. Nemrég azt lehetett olvasni, hogy egy Fogadj örökbe egy fát című felhívást indítottatok el, és azzal is találkoztam, hogy bevásárló közösség szervező aktivistákat kerestek. Mit jelent ez pontosan? Ez pont az előző kérdésre visszautaló történet egyébként, hisz az egész valahol innen indult, hogy én egy bevásárló közösséget szerettem volna létrehozni, illetve támogatni a helyi termelőket. Ez akkor még nem volt szerencsés, és nem sikerült létrehozni. Tehát ezt akkor még nem sikerült létrehoznunk, lehet, hogy pont az alapítvány kellett hozzá, hogy akkorára nőjük, hogy újra visszatérhessünk a gyökerekhez. A bevásárló közösségnek a lényege ugye azt, hogy helyi termékekhez jussunk olyan formán, hogy egy internetes oldalról tudjuk megrendelni ezeket a termékeket, és egy adott átvételi ponton tudjuk átvenni. Úgyhogy jelen pillanatban ezt újra szeretnénk indítani, és ehhez keresünk szervező aktivistákat, akik részt vennének ebben a munkában.
mivel hogy az alapítványnak nem csak a vásárszervezése a feladata, hanem a helyi termelőknek és az egészséges táplálkozásnak a támogatása, és ennek keretén belül szeretnénk minél több lehetőséget nyújtani a sziget közben élők számára, hogy különböző fórumokon hozzájuthassanak mindenféle termékekhez. Hova tudtok fejlődni? Mi a mostani cél? Rengeteg cél van. A jövő évre a kitűzött célunk a műanyagmentesség, illetve a hulladékmentesség. Ezt szeretnénk a vásárokra is kivinni. Ennek a kivitelezésén dolgozunk jelen pillanatban egy nagy hulladékmentes vásár megrendezésével, illetve hogy az összes vásár alkalmával minél kevesebb szemetet, hulladékot termeljünk, és ebből is odafigyelve a környezettudatos hozzáállásra. Hogyan készültök ezzel az egész akcióra? A hulladékmentes vásárokat úgy képzeljük el, hogy ugye kettő nagyon fontos szereplője van a dolognak, ugye a vevő és az árus. Az árusokat szeretnénk mindenképpen meggyőzni, hogy semmiféle műanyagot ne használjanak a csomagolásokra. Uh-huh. Igyekszünk minél több csomagolásmentes termelőt bevonni, akiknek, hogyha a vevő saját maga elviszi a kis üvegét, dobozát, akkor abban megkaphatja az adott terméket, fűszereket, esetlegesen sajtot, egyebeket. Vagy hogyha az olyan termék van, amit semmiképpen nem lehet megoldani, akkor legalább papírcsomagolást használjanak a termelők. Ugye kell ehhez a másik oldalnak az aktivitása is, a vevői oldalnak, ezt már régebb óta elkezdtük, mindig felhívásokat teszünk, hogy a szatyorvásárokra legyenek kedvesek szatyorral érkezni, vagy kosárral érkezni maga a vevőink, és szerencsére hallgatnak is erre a felhívásra, tehát ez az oldal, azt mondhatom, hogy egészen jól működik. Természetesen, hogyha még több üvegekkel, dobozokkal érkeznének a csomagolásmentes termékeket is, akkor könnyebben el tudnák érni, úgyhogy ilyen jellegű felhívásokat szeretnénk véghez vinni. Hogyan lett maga a szigetközi vásár egy családi program? Úgy gondoltuk, hogy nagyon fontos az, hogy a bevásárlás az mindenki feladata és része legyen, tehát mindenki részese lehessen ennek a dolognak. Ezért mindenképpen szerettünk volna különböző kiegészítő programokat a vásárokhoz hozzátenni. Egyrészt, hogy egy kis szórakozás is legyen, másrészt, hogy mindenki számára érdekes legyen a maga a program, mindenki jól érezhesse magát, és beépüljön a szigetköziek tudatába, hogy havonta egyszer van egy lehetőség arra, hogy valóban jó és minőségi termékekhez, helyi termékekhez is esetleg hozzá tudjon jutni, illetve ez egy ilyen közösségépítő program is egyben, valamint minden vásárunkat kiszoktuk egészíteni, vagy valamilyen közösségformáló, vagy szigetközhöz kapcsolódó bemutató programmal, mint ahogy voltak szigetközi festőknek a bemutatói is nálunk, illetve kézműves bemutatók, és természetesen a helyi zenekarokat és táncosokat próbáljuk kivinni, tehát minél több helyi szigetközi specialitást bemutatni magán a vásárokon program jelleggel. Aki kilátogatott a vásárra, az valóban egy nagyon jó hangulatú vásáron vehetett részt, igazi családépítő és közösségépítő eseményt verbúváltatok oda arra a területre. Én már voltam, megtapasztaltam, és valóban mondhatom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés. Aki nem volt, az bánhatja, jövőre majd pótolhatja. Addig is hol keressen benneteket? Igen, mindenkit megnyugtathatunk, hogy jövőre is lesz szigetközi szatyorvásár. Az összes információt és a pontos dátumokat majd időben közzé fogjuk tenni a Facebook oldalunkon, úgyhogy ott érdemes minket keresni a szigetközi szatyor közösség Facebook oldalán. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönjük nézőink figyelmét is!